Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön az Update 18 minden tudnivalója gyorsan, úgy, ahogy illik. Fogunk beszélni arról, hogyan indítsuk el az új questet, fogunk beszélni az új fegyverekről, fogunk beszélni az új nyersanyagról, ezekről a lenszekről, fogunk beszélni a tenóról és az új képességeiről, és a többi, és a többi. Mindent megpróbálok beleszedni ebbe a videóba, ha valamit kihagytam, nagyon fontos, kedves játékosok, kérlek, írjátok le a kommentbe, mert lesznek dolgok, amit még mi sem fedeztük fel, tegnap éjszaka együtt ott nekiültünk, és kifelfedeztük, hol kell az új frame-et farmolni, mire valók ezek a fókuszlenszek, hogyan kell őket alkalmazni, és a többi. Úgyhogy jöjjön először is, hogyan aktiválhatjuk a questet, az új questet. Az új questet aktiválni csak és csak akkor lehet, hogyha megcsináltad a Nata questet. Ha a Nata quest megvan, akkor aktiváltad a Second Dream questet. Na most, a Nata questet aktiválni legkönnyebben úgy lehet, ha Mastery Rank 3 vagy fölötte vagy, elmész az Uranusra, és ott találsz egy ilyen kék szentient, amit itt karikázok, lefényképezett a szintézis szkennerrel, vagy a Skodek szintézis szkennerrel, és megcsinálod a Nata questet utána. És akkor felveheted, automatikusan megjelenik a Second Dream a könyvtáradban. Na most, ez az új quest. Gyorsan rá fogok térni az új fegyverekre, új űrhajóra. Van egy új űrhajó, van egy új Siandana, ami hát tetszik is, meg nem is, majd később valószínűleg megveszem. Van egy új frame, amiről beszélünk. Van egy Hunho's Gift nevű csomag, ami nagyon beteg, mert a Stalkernek az armóriát kapod meg, valószínűleg a kardját is, új kutyapáncél anyámi. Itt írja, hogy include war, vagyis az új kardot, aminek egy darabja már ott pihen, ha megcsináltad a questet, akkor ott pihen az inventoridba. Az új kard, ugye Parkal Shoulder Plates, gecire jól néznek ki, az biztos, lehet, hogy később meg lehet őket szerezni a játékban, és lehet, hogy nem, de 595 plat. Majd lehet, ezt valószínűleg be fogom szerezni egy adott pontján a játéknak, valami elképesztő jól nézett ki a Stalker a játékban. És Siandana hozzá van Kubro Armor és Shotsmithar skin, tehát a Stalkernek minden skinjét megkapod, valami elképesztő jól néz ki, az biztos. Na, új fegyverek, Lancera és Talos, a dojo-ban találjátok meg őket, a dojo-ból lehet kivenni mind a kettőt a Tenno laborból, szóval a Tenno laborból lehet mind a két fegyvert kivenni. Van egy új sniper, a Rubikó, de utána nem értem, nem is néztem utána, honnan lehet kivenni a Rubikót, tessék, jöjjön az új, ez lesz az új kihívás nektek. A következő lényeg az új frame-et kifarmolni, tudjátok. Spy Mission-ökön random dobja az alkatrészeit. Va anyját, igen. Spy Mission-ökön. Szóval a Spy Mission a blueprintjét akármelyik szintű Spy Mission-ön dobja, a többi alkatrészét random dobhatja T1, T2, T3 szintű Spy Mission-ökön, vagyis 1-től 8-as szintig, 8-astól 10 akárhányas szintig, és 10 akárhány szint fölött dobhatja a többi alkatrészét. Most konkrétan nem emlékszem már, hogy hol dobja a helmetet, hol dobja. A helmetet dobja azt hiszem a legnehezebb szintű Spy Mission-ökön, a systemet dobja a közepeseken és a chase-iszte a gyengébeken. Azt hiszem ez a sorrend, de nem vagyok biztos. A lényeg az, hogy Spy Mission-ökre kell menni. Olvastunk egy olyat egy gyerektől, hogy a Saturnuson dobott neki egy alkatrészt, az Erisen dobott neki alkatrészt, úgyhogy érdemes ezekre ránézni. Na, ennyi lett volna a dolog lényege, ahol ki lehet formulni az új Warframe-et. Nos, jöjjön a másik dolog lényege, és az pedig ugye az új fókuszlenszek. Na most az új fókuszlenszekhez kiderítettük, hogy
az equipment komponentnél rátalálunk ezekre a Greater Zenurik, Vazarén, vagy tehát melyik frakciót választottad te ezekre a lenszekre, ezek a Greaterekre. Valószínűleg ezekkel a Greater lenszekkel jobb és több fókuszt tudsz gyűjteni, azzal, hogy gyorsabban tud fejleszteni a Warhammert. Ugye 2000-be kerül a blueprintje. Érdemes megvenni szerintem. Kezdődik ott, de a probléma az egésszel az, hogy például négy ilyen lens kell bele, ilyen Zenurik lens, és ez a Zenurik lens, vagy a éppen melyik kasztot választottad te, tehát Madurai lens, hogyha így tetszik, ezek az új drop table-nek a nyersanyagai, az új drop table valószínűleg ugye a holdon van, vagy az igazság, hogy még nem tudtuk kideríteni ezen a pontján a játéknak, hogy hol dobja. De amint kiderítjük, akkor ennél a videónál is ki lesz nagyban rakva, hogy itt lehet farmolni ezeket, de lehet, hogy alertek lesznek, lehet, hogy a holdnak a pályáin dobhatja, a holdnak a pályáit a földön érhetitek el, meg tudom azt is mutatni, hogy hol. A lényeg az, hogy nem lesz egy gyakori nyersanyag, és de mindenképp ragadjátok meg minden alkalmat, hogy farmoljátok őket, mert nem majd szereted. Ezek az új holdpályák, és ez egy új relay. Ez egy ilyen bazár relay, de érdekes hely. Na. Ezek az új holdpályák, itt ezeken a játékokon már a szentientek is megjelennek. Én reménykedtem benne, hogy berakják a holdat ide a bolygó közé, de nem. A dolognak a további lényege, ezeket a lenszeket, ugye ha kifarmoltad, most azért mutatom a Valkyrt, mert őnála játszottam el ezt először, bele lehet tenni fegyverekbe, bele lehet tenni warframe-ekbe, és ezek a lenszek azt csinálják, hogyha van egy 30-as plusz warframe-ed, 30-as warframe-ed, az aznapi affinitást, amit összegyűjtes, vagy az affinitást, amit azután összegyűjtes, átkonvertálja fókuszba. Hogy lehet belerakni egy ilyen lencet? Fogod, belemész egy actions, és ahol ezek vannak, itt találhatod a lencet. Én már beleraktam magamba egy Zenurik lenzt, és amint látjátok, itt van replace lens, és több mint valószínű, hogy ezt a greater Zenurik lenzt lehet replace-elni, és belerakni egy még erősebbet, hogy még több fókuszt tudjál gyűjteni. Na most. Ugye miért jó ez? Azért, mert ez az űrhajó, welcome to everybody, csak azután kapjátok meg, miután megcsináljátok az új questet. Vagyis hát gondolom mindenki megkapja, csak az új questet meg kell csinálni. Ugye itt ül maga az operátor, nagyon szexi lány. Nem tudom, hogy lánya vagy férfi, de nem lehet eldönteni rólunk, de frankon ugye én a Zenuriket választottam, és ez a Zenuriknak a skill fája. És ugye itt van minden, hogy a Void Pulse had chance to increase speed, but reduce shield. Ezek különböző ilyen skillek. Tehát ez a lényege. Tegnap, például ez már 80 ezerbe kerül, hogy állokol, tegnap még 50 ezer volt, ez hál' Istennek még 50 ezer. A lényeg az, hogy affinity-t kell gyűjtened ahhoz, hogy a focus lens működésbe lépjen, és fókuszokat gyűjtsön. És hogyha ez megvan, akkor feloldhatod ezeket a... ezek kevesebbek kerülnek, az jó. Akkor megvan, hogy haladunk. Így. Aha, jó, oké. Szóval... a lényeg az, hogy akkor ezek a fókuszpontokkal csinálhatsz dolgokat. Na, és ezeket a lenszeket belerakhatod fegyverbe, ugyanígy. Belerakhatod... már én is eltűntik ez az űrhajó, mi a pecs. Belerakhatod fegyverbe, belerakhatod Warframe-be, ugye a fegyverekbe is ugyanúgy kell belerakni, most itt a Soma Prime, Upgrade, és Actions, és akkor itt van ez a, ez már egy másik fajta Focus Lens. Tehát a lényeg az, hogy Focus Lens required, és akkor nem egy másik fajta, nem így fog kinézni, tehát, és fogod és így belerakod a fegyverekbe is. Na most ugye, amit látjátok, a új jelecskéket kaptak a izék, a modok, most már ilyen, van nekik ilyen kalapács jelecskéjük, meg korrozív jelecskéjük, meg mindenféle, ami sebzést képviselnek, olyan fajta jelecskét kaptak, az a lényeg, mert tegnap óta már ez is másképp néz ki. Na, szóval, a lényeg az, hogy ezek is vannak, és
Most már a dojóban is, hogyha kinézel az ablakon, hát jobb esetben láthatod a holdat, tegnap még lehetett látni, de a dojóban is az obszervatóriumban látni a holdat. Ha kinéztek, fantasztikus látványt képviselt amúgy, de gondolom éppen mindig valami más van, amikor éppen bejelentkezel. Azt hiszem nagyjából ennyi lett volna, nem akarok túl hosszú videót csinálni, megunjátok. Ja, meg akartam nektek még mutatni, hogy néz ki az új űrhajó, mert én megvettem, mert nekem ilyen nézzünk ki jól máliám van. Ilyenre díszítettem, nagyon érdekes fajta, de jól néz ki, új és különleges, ennyi a dolog lényege. Nekem tetszik. Ennyi. Jó, se van három űrhajó. Na, boldog vagyok tőle, valószínűleg a következő a Stalker Skin Pack lesz, valami elképesztő, szeretném megmutatni nektek akkor már az új kardot is. Ha már itt vagyunk, nem a miost, hanem... Hopp, itt van. Ugye a Broken War, a Warnak hívják a kardot, és ez az törött War. Elmebeteg adatai vannak, ezt már most mondom. Tehát, ha ránézel, 15%-os crit másfélszeres szorzóval, 72-es slash damage és 10%-os státusszal. Alapvetően nagyon jól fejleszthető minden adat. A kettő polaritással jön, amit láthatjátok. Ugye, itt. Iron Phoenix belemegy, de alapból ugye egy ilyen impactos, nevezzük most már így, jelecskéje van, tehát a lényeg az, hogy meg kell szokni az modoknak az új jeleit. És ez ugye végül a lényeg, hogy legalább az Iron Phoenix belemegy, és akkor ugye például Organ Shatter, az a crit damage, vagy Pressure Point, az egyezik a jelecskével, akkor Primed Heavy Trauma is egyezne a levecskével, de nem Impact Damage-re fogunk menni, hanem a Slash Damage-re. És hát ugye, egy tessék, itt van például, hogyha Slash Damage-re szeretnénk erősíteni, de nem biztos, hogy még így fogom buildelni ezt a kardot. A lényeg az, hogy ahhoz képest elég gyors is, egyes az Attack Speed-je, ami nagyon jó, ha úgy nézzük, de mivel viszonylag magas a crit chance-a, ezért valószínűleg bele fog kerülni egy berserker mindenképpen. Na, most például így röviden ennyit az új kard modolásáról, ugye van az új kard, vannak az új fegyverek, amik a Tenno laborban nálunk már készülnek. Köszönöm mindenkinek, aki beleadott a fejlesztésbe. És Lancera is ugye Talos jön, a Rubikonról ne haragudjatok, még nem derítettem ki semmi információt, de lehet, hogy is klán fegyver, mert bocsánat. A fegyverek között nem volt ott a blueprintje, szóval valahol. Ja, itt van, bocsánat, de hülye vagyok, tehát Rubikót kiszedni. A blueprintjét ki lehet szedni a marketből. A fegyvereknél, tehát onnan ki lehet szedni a Rubikót. Szinte meg is kezdem építeni. Mert hogy miért ne. Tö-tö-tö. Mielőtt még lejárnak az argon kristályok. Ez egy sniper fegyver lesz, a sniperek kaptak egy buffot. És a Rhino is kapott egy buffot, gyerekek! Nézzük meg a Rhinót most együtt, én magam is most fedezem föl, megpróbáljuk kideríteni, hogy mit tud a Rhino. Újonnan, abilities képességekre, lássuk csak. Tehát ahogy nézem, ugyanazok az adatai. Csak egy buffot kapott. Ahogy nézem, végre az Isten szerelmére, habár annyit nem, lássuk csak mennyi az erőm, mert upgrade 175-ös erőm van, aha, hát jó, akkor nem szóltam, tehát egy kis idő van benne, és 175-ös erő, ezt a Rhino buildet használom, hogyha szólozok újonnan, és ezt a Rhinót használom, hogyha csapatjátékra megyek, oda nem kell erő, de kell a crowd control és az idő. Legyen effektivitás, idő és power range. És azt kell mondjam, a Rhino csapat szinten nagyon jó lett. Ebből a szempontból, ha szólozok, akkor egy kis idő és de több erő. Azt kell, hogy mondjam, és ettől, az abilities-től már azt nézem, hogy
Az első képessége, az 1100-as sebez, az Iron Skin 3300-as erőssége, ami elég jónak számít, a Roar 1,88-as damage multiplier-t ad, és a Stomp 1400-as sebez, szóval azt jelenti, hogy 20-30 szintig valószínűleg, ja, inkább 20-25 szintig megöli az ellenfeleket a Rhino Stomp, lehet még erősebbre is gyúrni, hogy még nagyobb legyen az ereje, de nem éreztem szükségét, szóval a Rhino ebből a szempontból kapott egy kis buffot, de semmi extra, azt kell, hogy mondjam. Szóval egyelőre nem lehetett felfedezni semmi extra, ha lehetett, akkor azt egy videóban úgy is fogom mondani. Az új rajó jó néz ki. Nagyon tetszik ezzel a hátsó része, majd kiderül, hogy ott és ott miket lehet csinálni. És tömi valószínű, hogy itt ezekkel is fog történni valami szerintem. Lehet, hogyha megtanulod majd a, nem tudom, a különböző frakciókat, akkor azokat kinyílnak és lehet velük valamit csinálni, de szerintem ez nagyon a jövő sztoria lesz. És nagyjából ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, minden segítség jól jön a kommentbe, segítségről beszélek, amivel tudtok segíteni a másoknak, hol lehet kifarmolni a lenszeket, kapott-e már valaki ilyen lenszt, és hogyan működnek a fókuszfák, írjátok le, hogy ki mit választott kasztnak a tenójával, na minden röviden tudjátok a lényeget, köszönöm a figyelmet, sziasztok!